A legutóbb Liúniába hagytuk abba, és azt mondtuk, hogy ott egyelőre nincs más tennivaló, a questekkel kéne haladni, mármint hogyha ott tovább akarunk haladni. Az, hogy a questekkel haladjunk, legalábbis a Rani questtel, aminek a vége kéne, ahhoz hát itt Kélitbe kéne tevékenykedni. Igazából Radánnál, de ha már itt vagyunk Kélitbe, akkor nézzük meg az itteni bosszokat. Én azt mondom. Mi lesz a kövi cím? Már ugye a streamnek a címe? Hát nem tudom. Javasoljatok címet. Ide kéne eljutni valahogy. Az ott fönt van? Ja! Hogy a kövi game címe az Elden Ring után. Hát a Stellar Blade-del kellene megismerkednünk. Amit tudom, hogy jövő héten jelenik meg, de jövő héten nem lesz stream azokon a napokon, illetve hétvégén se, amit jövő hétvégén, szóval majd csak utána tudjuk kipróbálni. Gyorsan itt összekapkodom a szólókat. Azt nem tudom, hol van. Igen. Nem apróztuk el. Ő nem tudja, mi van. Szóval az igazából nem is az Elden Ring után lesz, hanem még így közbe, mert ugye a Stellar Blade az igen, jövő csütörtökön jelenik meg, talán valamelyik nap, és hát addig nyilván nem játsszuk végig az Elden Ringet, szóval ja. Muszáj volt. Okay. Na, úgyhogy igazából így közbe lesz. Tehát azzal is kéne játszani. Már ha jó, meglátjuk. Elvileg jónak ígérkezik. De hát majd meglátjuk persze. Jól néz ki nagyon, az biztos. Már a Stellar Blade. Nagyon ilyen... Hát igen, ázsiai, tehát az kétségtelen. Annyi, hogy a, így a trailerek, meg az ilyen betekintések, meg ilyen ez az amaz alapján nem kaptam tőle epilepsziás rohamot, tehát még úgy aránylag tudtam is követni, hogy mi történik. Ami jó. Alapvetően. Legalábbis bíztató. Nagyon ilyen Nier Automata feelingje van nekem. Hűha! Beragadtam.
Segítedri a hajó előtt nem autó volt, hanem kajak. Tehát... Megvan a jogosítványom kajakra. Nem, ez így nem jó. De mit csinál? Na mindegy. Oké. Szóval igen, Stellar Blade lesz a következő. Aztán nem soká jön ugye a... Opa. A Hellblade 2. Ez a május vége talán? De jó, hogy bedudogtál. Oké. Kapjuk, amúgy. Május 21. Köszönöm. Akkor május 21. Arról fogalmam sincs, ez az én gépem, hogy fog futni. Főleg stream mellett. De hát mindegy. Majd meglátjuk. Ez még életben van. Nem tudom, mi van. Na, rég játszottunk. Kicsit vissza kell rázódni a ritmusba. Sőt, a jöhet biztos, hogy nem. Olyat itt nem árulnak.
Kifogyott a... Sajnálom. Én olyat nem tudok. Okay. Na. Talán most már tovább mehetünk. Följön? Följön. Ez nem tudom, mi volt ez a kameramozgás, de... Na mindegy. Oh, okay. Mire leérünk, elfogy minden healing, meg minden. Ugyanez, emlékszem, hogy elég nagy szívás ez a bánya. Ja nem, már itt is vagyunk. Ha! Már ha ez az. Ha! Oda néz. Ennyi lenne? Akkor lehet, hogy összekeverem valamivel, persze. Jó, mindjárt megyünk a bosshoz, csak körbenézünk még itt. Ja, itt ki tudunk jönni Limgrave-be. Ha. Sajtad, én nem néztél még olyan streamet? Hát az milyen már? Hát ha valamibe könnyű belefutni Twitch-en. Az a fülnyaldosós ASMR, ASMR stream. Miért nyomtam meg? Na lássuk.
Shit. Hát nevermind, ez szomorú, hogy pont offline. Megdobáltuk sziklákkal. És ő dobja a Moonville katonát. Érdekes. Jó, na az első boss mára meg is van. Mindjárt be is írom. Hol van? Magma Worm. Geltanel. Oké. Persze, hogy rédeltük volna. Hogy ne rédeltük volna. Jó. Még egy irányba el lehetett menni. Ott fönt. Megnézzük, hogy tudunk-e szintet lépni. Aztán... még elnézünk a másik irányba is. Ó, várjátok. Igen, itt lent van a izé. A Grace. Kéne majd 3000, 2500. Annyi nem lesz mi? Mi az, hogy nem lesz? Mi kell 107. Nagyon kedves kukacod van, nevermind. Jó, igen, a strength-re adunk, azt beszéltük, hogy ezt kell nyomasztani. Jó, itt lehetett elmenni még jobbra. Nem tudom, hova vezet. Ó! Igen, így már rémlik.
fasz. Na bocsánat. Megőrül. Tud ilyet. Konkrétan fölhílelt. Nem tudom, miért itt az alagútba kapálódzok egyébként. Igen, a Rocksling az gyorsabban leszedi a poizt, mint a kis gyenge karunk a karddal. Jó, itt van még egy Somber Smithing Stone. Cross Naginata. Ennyi? Ti se láttok mást, ugye? Ennyi. Jó. Akkor szerintem... Ja, szerintem megyünk tovább.
Nézem a mapot. Oké, és hát szerintem eljövünk erre, a fa fele. De akkor miért jövök vissza? Mondjuk akkor meg egyszerűbb lenne innen jönni. Ah, péntek feeling van. Na. Na, elvileg itt van egy L3 avatar. Nem tudom, valahonnan ez rémlik, és nincsenek túl jó emlékeim. Semmi baj, semmi baj. Jó volt, amúgy. Jó próbálkozás volt. Tiszta Scarlet Road lettem. Harmadik ütés. Mindig a harmadik ütés az, ami engem megszivat. Itt. Most miért rakott minket ide vissza? Hűha! Na, fókusz. Most jó lesz.
Úristen. Meg is vagyunk. Mi volt ez? Putrid avatar. Okay. Grimbers Crystal Tear, Flame Shrouding Crack Tear. Ezt is majd meg kéne nézni. Hogy vannak a flaszkjaink. Mert... Ja. Rá kéne majd nézni, hogy van-e valami, ami nekünk hasznos. Ilyen FP töltő, vagy valami ilyesmi. Amint odaérünk időben, akkor megnézzük. Na, elvileg itt valahol van egy katakombs, vagy kév, vagy valami. De lehet, hogy fönt. Nem, itt. Ha! Tökéletes. Minor Airtree Catacombs. Gyerünk. Ja, leülünk, mert legyen nálunk cucc. Na, ez heal-el. A másik meg ugye ez a Bubble Tear. Jó, mi van még? Restores HP. Restores half of total FP. Stamina. Magic Attack. Akár nem is hülyeség. Fire attack, lightning attack, holy. Charge attack. Igen. Oké. Okay. Opalin Bobati, igen. Jó, hát szerintem a heal meg a magic attack. De mondjuk a heal, nem tudom. Stamina nem kell, Fire, Lightning, Holy Attack nem kell. Ezt szerintem sose próbáltam. Causes concoction to explode. Ötletem sincs, hogy ez még kipróbáljuk. Rohadékok, de utálom őket. Csigusz. Oh shit, rolloltam mi? Fuck. Amúgy... Most eszembe jutott, amit múltkor mondott Shedit Adria Margit Shackle. Nem tudom, hogy van-e nálunk. Lehet az már nálunk? Azt se tudom, hol van. Ez még csak később?
Pecsi zárulja. Hát meg fogunk halni, de... Csak mindegy. Köcsög impek. Akkor szerintem ezután elmegyünk Pecsészhez. És akkor megvesszük tőle. Távkapcsekkel. Igen, azért akarom a titkos falak miatt. Nem tudtam, miért nem tudom nyomni az Y-t. Vagy mi a varázslást, mert le kellett nyomni az Y-t. Jó. És akkor itt ugye, hol a liften lejöttünk, itt elvileg le lehet ugrani. Lassan kéne venni most már varázslatokat is. Hát, ez fantasztikus. Ez maga a tökély. Itt a boss room. De legalább itt van Mária. Thank you.
Hűha! Nem baj. Amúgy is csak sok esély nem volt, mert csak... Ugye, amíg ide értünk, elfogyasztottuk az összes... összes flaszkunkat, szóval... Egy próbát megért... Na most meg kell csinálni rendesen. Kipróbáljuk. Tehát ez akkor robban, amikor megiszom. Már az olyan... Nem tudom, elég haszontalannak tűnik hirtelen. Nem tudom már. Nem jó. Hogy? Hagyjatok már békén. Nézd meg, ez bemelik. Potion kéne. Több a damage. Hát mindegy, megiszom most. Amúgy sem nagyon tudom közel engedni ezeket az ellenfeleket, szóval tök mindegy. Jó, hogy ettől én is sebződök. Mondjuk fölrobban, szóval... Annyira nem meglepő, csak... Utálom ezeket amúgy. Hmm.
Mondjuk az előbb nem sebződtem. Amikor... Lehet az mert pont jöttem át a füst kapun. Van szemenniája. Mit szeret, mire szeretnél ezzel célozni? Lol, és tényleg akkor nem sebződök. Jó volt a szemem. Gyakorlatilag azonnal meghalt mindkettő. Vagy a háromból kettő, a harmadik meg egy kicsit később. Hú, jó, megvan. Utálom ezeket nagyon. De mindegy, sikerült. Jó, és akkor mehetünk is. Mert ez is megvan. Na, be is könyvelem. Ha megtalálom, persze. R3 Burial Watchdog. Yeah. Jó. Na. Jó, itt is van egy Bell Bearing Hunter, de azzal most nem akarok foglalkozni. Hanem szerintem eljünk erre. És itt az út mentén fogunk. Csak lemegyünk még, le akarok ülni. Elég lehet volna visszafordulni, na mindegy. Yeah. Vissza kéne menni az útra.
Na basszus. Kicsit mintha olyan gyenge lenne a ezé, nem? Nem úgy érzitek? Mintha nem lenne elég damage-ünk. Hát akkor... whatever. Jó. Persze damage-ből... damage-ből sose elég, de... értitek, mire gondolok. Igen, early game-ben elég jó. De azért ez már nem, ezt már nem mondanám annak. Kélid gyönyörei. Nem tudok leülni. Oké. Lutsa stuff. Ja, jó ötletnek hangzik. Azt történik itt. Jó, na. Ide akarok bejönni. Night Comet is Death of Loss. Jól hangzik. Most csak fogadjunk, hogy nem fogok oda találni. Ott lesz szerintem. Hagyj el!
Még egy. Jól hangzik, Nevermind. Szerintem össze is szedjük őket. Valószínű ezután. Csak nem emlékszem, hol van. hol van pontosan. Ez most nem volt jó ötlet. Szélid, a Town of Sorcery. Ó, azt tudom hol van, tudom hol van. Tudom, így már megvan. Mármint tudom hol a falu, az hogy a cucc hol lesz, azt nem tudom. Nem tudom, mi történt. Elvileg itt is, hát próbálunk egy summont, hát ha. Lehet, hogy kellene most már jobb varázslat, tényleg.
Mi egyebet tudnék itt használni? Jó, ezt kivesszük, mert ennek sok értelme nincs. Szerintem visszatesszük a heal-t. Ez nem rossz, mert legalább hátulról tudjuk aprítani. Ó, oh, ugye ez 41-es int kell. Ó, oh, shit. Akkor ezt még nem tudjuk használni. Meteorite. Hát ezt kipróbáljuk. Oké. Okay. Mert az a baj a Rockslinggel, hogy hogyha szemből lőjük, akkor ugye a kupak levédi a... Tehát a Pumpkinhead megvédi a damage-től. Össze-vissza jön a meteor. Mármint én értem, hogy amúgy a valóságban is össze-vissza megy, csak... Amúgy nem kicsi damage van. Tehát az rendben van. Nem lesz jó ez se. Ez valami más ellen lesz majd jó. Ez ide nem jó. Az a helyzet. Igen, ez emlékszem erre, szenvedtem, amikor egyedül volt akkor is, ugye még Szelennél, amikor Szelent kellett kiszabadítani. Megpróbáljuk ez az ambush sárdal, csak ez meg, ennek azért nincs olyan jó damage-e. Ja, mondjuk olyan rossz se. Alapvetően nem is olyan rossz. Betöltjük a flaszkot, és akkor megnézzük, hogy úgy mennyi. Csipegeti. Nem azt mondom, hogy őrült tempóba, de csipegeti. Igen, ez mondjuk egy másik staff lenne, ami jobban passzol. Most ilyen meteorite staffuk van. Ennyit azért nem tudok dodge-olni, tehát...
Jó lesz ez, csak kicsit ügyesebben külne. Meg előtte kéne meginni a flaszkot. Más. Most azon gondolkodok, hogy mi van még. Hát, ez heal-el. Ezt még esetleg berakhatjuk. Stamina nem. Firelight. Nincs. Emlékszem, az első végigjátszásban sokat használtuk ezt a HP töltőt, tehát ami folyamatosan tölti a HP-t. Azt sokat használtuk. Akár itt is jó lehet. Meg is van. Nevermind. Abszolút érthető. Tehát... It's alright, mate. Na. Mi volt ez? Mad Pumpkinhead. Oké. Ez megvan. Én meg hozok egy... hozok egyet. Egy perc is itt vagyok. Itt is vagyok. Oké is. Na, mi van itt?
Egy shield. Hát ez remek. Jó, akkor szerintem ugorjunk egy gyorsan patcheshez. Hát ez fantasztikus. Hol a... Gyorsan elugrunk Patchishez. Hát igen, elég bunkó volt. Így kijövök a izéből, nézem a mapot és így... Okay. Cheers for that. Cheers, mate. Na, akkor ez megvan. Akkor vissza. Aha. Na csak innen melyik irányba van? Mert mapunk ugye... Már ez a Inner Eonia. Nyugatra? Célia, igen. Nem. A Grace merre mutat. Ja, tényleg ott van. Ha összeszedjük ezt a staffot. Stop by the shack beyond the southern gate. Hagyjatok már, könyörgöm, hát nem igaz. Millicent, igen, tudom ott a... De előtte nem a öreg jockeyval kéne beszélni? Lent a... Vagy ez az a sek? Beyond the Southern Gate. Valamelyik, ja, vagy arra utal, vagy a másikra. Pont emelre van a másik irányban van a luszat, oké. Okay. Attila! A
Azt. Igen, emlékszem már, hogy mit kell itt csinálni. Arra pontosan nem, hogy merre kell menni, de... Beadta az út. Észak felé, oké. Hát ez zsákutca, úgyhogy nem erre jövünk. Oké. Ha megölünk mindenkit, az is jó. Hát... Majd akkor is kinyílnak a szílek. Úgy érted? Könnyebb dolgom van. Hát, igen. Hum vagy? Csak az a baj ezzel a mindenkit megölök dologgal. Ez a baj, hogy sokan vannak. Annak a viccei, de milyen napod volt, erőltetett és vacak. Well, hát ez előfordul. Ha? Hol vagyunk? Igen. Meglepett, hogy itt van Marika. Ó! Oh. Okay.
Emlékszem, hogy itt van egy boss. Igen, az rémlik. Valami rohadt nagy... itt a nagy lépcső. Ez a nagy lépcső, ugye? Csak ez le van zárva. És valahol itt kell... Itt lehet a tet... Aha, ott lehet a tetőre átmenni. Ja, ezek a varázslók. Agyrém. Cikcak. Próbálom megtalálni az utat. Talán erre. Köszönöm a csírt, Sejt Adri. Ott van egy torony. Ott egy másik. Ó. Oh. Itt meg még egy. Na. Jó, egy kinyílt. Oh shit. Nem akartam leesni. Jó, nem baj. Mondjuk. Kinyitjuk mindet, most mindegy, három van, nem?
meg innen kell le ugrani. Ha jól láttam, ja. És nem. Bár, várjátok csak. De. Én gyorsabb vagyok. Ha-ha. Innen látszik a staff. Az a staff ott. Az. Staff of Loss. Király. Jó. Akkor nézzük meg itt a boss fightot fönt. Megmondom őszintén, hogy erre nem teljesen emlékszem. Embertelen reflexek, csak mondom. Ó, a kukacok. Igen, itt van Millicent. De előbb a fatárjával kell beszélnünk szerintem. De mindenképp fölveszünk a Grace-t. Ja nem, tudunk vele beszélni. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. Ja, fatárral kell beszélnünk előbb, ennél többet nem fog mondani. Megnézzük, hogy van-e flaskra tudunk adni. Jó, de ehhez már 3 golden seed kell. Oké. Okay. Jó. Taktikai sebzés volt. Hol vagyunk? Ezért baj, hogy nincs map fragmentünk. Na most kéne az a chair, vagy mi, amit mondtál, nevermind. Ez a Chair Crypt of Celia, ahol az a bossi boss van.
Hát látok már ilyet. Az első bonfire, de lent ott még a mocsárban. Nagy lépcsőn fel és a nagy kapu mellett balra. Torrent kapta. Sorry mate. Várjatok csak. Staff of Loss. Boost Invisibility Sorcery. De olyanok nekünk nincsen. Vagy a... Night Comet lesz az. Aha. Jó, nézzük meg. Ó, tudom. Vixos. Itt bent meg a luszat. Jó, akkor ezt is el kéne könyvelnünk. Ez már mehetne a játék végéig? Na várjátok, itt két kézben hogy működik ez? Ó, várjátok. Itt még azért némi statt az ég el. Úgyhogy még egyelőre akkor ez még itt marad. Mert legfeljebb csak fizikailag tudnánk vele valakit elverni. De nem baj, mert legalább megvan. És akkor most vegyük fel a lossz az megy, csak ahhoz kéne varázslat. Jó, akkor az valamelyik szél mögött van, ugye? A Night Comet. Gyarib. Hagyjatok! Central section of the town. Okay.
Ha már itt volt. Na cső! Oké. Ez mi volt? Na jó, akkor ezt ki is cseréljük szerintem. Semi Invisible Magic Comet. Night Sorcery. Igen, ez is Night Sorcery. Okay. És akkor a Staff of Laws. De ez... Most a Invisibility az a Night Sorcery? Igen, oké. Hát igen, fejleszteni kell rajta. Igen. Ennek határozottan jobb a damage-e. Többet is fogyaszt, de az nem baj. Jó. Nem tudom, fejleszgetnünk kéne, nem? Oh yeah. Na, hol van? Ensa. Ensa. A Night Comet keresztül megy az enemin, és végig sebez. Oké. Na, várjatok már akkor Ensát is. Mi volt ez? Clinging Bone. Az mi? Megnézem már, hogy mit kaptunk. Fist. Arcane Dex. Horrific weapon made of a hardened skeletal arm, wielded by Ensha, fitted by placing one's hands into the fist. HP stíles. Az igen. De csak humanok ellen, humanoidok ellen jó. Jó, gyorsan elkönyvelem őt is, ha megtalálom. Nem találom.
Még nincs is benne. Na jó, majd akkor később elkönyveljük. Jó, beugrunk a Covexhez. Cső! Well, I took you for no matter. Lay out your arms then. Oké, okay, Staff of Lofthoz Smithing Stone kell. És rögtön átmegy base scalingre. Tehát ha egyet fejlesztünk, már base scalinges lesz. Hát menjen, nem? Ha azt mondjátok, hogy ezt végig fogjuk használni. Még egy darab Smithing Stone kéne is, a scalinges. Shit. Egyetlen egy Smithing Stone 3 kéne. Jó. Oké. Ez meg Somber Smithing Stone kell majd. Hát... Amúgy... Na ez meg e-scalinges, csak az intünk hiányzik. Ah, oké. Jó. Segít, Adri, az a terv, igen, hogy lesz. Jaja. Remélem nem jön semmi közbe. Ezt így két kézbe, ha használom, akkor ugye a két staffnak a buffja az megy, ugye? Tehát hogyha mit, hát itt most nem tudok lövöldözni, úgyhogy akkor visszamegyünk. Föl kéne venni a mapot. Szerintem amivel lövök, majd amivel kasztolom a varázslatot. Tehát hogyha Rocksling, az ugye Meteorite, akkor ha a Meteorite staffot használom, akkor az a buffot adja rá, nem? Gondolom. Na mindegy, majd kipróbáljuk. Csak menjünk és vegyünk már fel a mapokat. Vagy a mapeket, ahogy erre fele mondják. Várjatok, az már Dragon Barrow, ugye? De itt tudok átmenni. Ja, az a Dragon Barrow map lesz. Nem baj, elé is jövünk majd, úgyhogy tök mindegy. Megy ez a buffolós cucc? Oké. Hát miért ne menne? Mondjuk szerintem majd... Úgyis, hogyha fölvesszük a kardot, vagy hát fölvesszük, hát megkapjuk, akkor kvázi mindegy lesz. Mert akkor csak egyel fogunk menni, lehet, hogy a Lusattal. Hmm.
Teljesen barátságos hely. Oké, hát szerintem itt kikerüljük a mocsarat most. Ja, meg itt van egy tábornok is, ugye? O'Neill. Vagy parancsnok. Meglátjuk, melyik lesz jobb. Persze, amelyik jobban fekszik. Tehát... Ezredes? Yes, right this way. Welcome, valued customer. Please, I'm hungry. Mondom, a karddal már jók leszünk, csak tényleg addig azért hát nehéz eljutni, mert bár mondjuk hát kell Radahn meg még Nokron, ugye? Ó, meg még a Lékofra, oh, igen, hát sok kell még sok kell még, igen, a Rani questből. Na, legalább megvan a map. Igen, így azért egy kicsit könnyebb lesz. Oké, okay, finger reader, itt volt a merchant. Jó, na. Mit látnak szemeim, merre kéne tovább menni? Itt van Kratos hangja? Hol? Oké... Okay. Toronyba még nem megyünk. Itt van egy Evergoal. Vagy Everjail. Lehet, hogy akkor azt meg kéne nézni. I do not know. Indeed. Lehet, hogy nem ez volt a legjobb grész, ahova jöhettünk, de... Ó, oh, az ott van fönt. Oh, shit. Várjátok, itt van lent egy izé, nem? Ha már itt vagyunk. Mintha itt lenne egy... kév, vagy valami. Nem láttam se itt Adria Stargate-et. Tudom, szörnyű. Szörnyű hiányosság, de nem láttam. Opsz. Tizenöt évad és 4 film. És ez a összes Stargate sorozat, mert mintha abból lett volna több ilyen spin-off is. Talán. Csak egy. Vagy
Meg volt ez a Stargate Universe is, meg... Mi ez nem számít annak? Az még kettő, aha. Keresem, hogy hol van, van itt valahol egy... egy kév. De akkor lehet, hogy nem. Ja, meg itt van a Commander, ugye? Ah, itt van egy Marika. Az egy csapatja. Megnézzük a kometet persze. Csak ez, hát szerintem leszedi a poiszt, az is jó. Ez meg gyors. Tehát ez... Rolloltam. Várjátok meg egy percet, mert van egy kis technikai... Kis technikai. Ha a Windows is úgy akarja. Oké. Okay. Sorry, itt vagyok. Csak... Elfelejtettem letörölni a előző részek vodját. És... Nincs ekkora range-e. Kéne a kard. Twin Sage Magic Shopee nem rossz. Uh-huh. Hat intet ad. Föl tudjuk venni? Az megvan már nekünk?
Szerintem még meg sincs. Akadémián van. Aha. Várjatok. Oké. Akkor ezt kicseréljük a kardra. Visszatesszük, mert csak kéne. Ez dagger. Farkasokkal mi lett vajon? Na, most már jó lesz. Komment nagyobbat lő, mint a bó. Jaja. Igen. Oké. Jó, előbb leszedjük őket. Az Ash of War spiritesek nagyon gyengék, szóval nem csoda, hogy hamar végez velük.
Hát ez remek volt. Bazd meg ezt. Elfogyott a flaszkom, úgyhogy muszáj volt megpróbálni fizikállal. A jump attack.
Muszáj volt a végére a jumpet ekedbe. Komolyan mondom, az, hogy elfogy. Ó, és akkor megkaptuk a Golden Needle-t. Mondjuk kicsit most elészaladtunk a questnek. Ugye a Millicentesnek, de nem baj. Így is jó. Na, ki volt ez? Commander O'Neill. Ő is megvan. Hát éppen hogy. Éppen hogy. Oké. Na. Szuper. Szerintem akkor itt ma meg is állunk. Mert már azért beesteledett. Úgyhogy innen fogjuk majd folytatni. Hát azért Kaelidben még van teendő bőven. Rengeteg boss van még, itt van vagy 30. Amúgy. Úgyhogy folytatjuk majd innen. Okvetlenül.